Nagybőti élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A Tartós Szeretet című jótékonysági akciót hagyományosan minden évben meghirdetik. A gyűjtés során hazánk templomaiban és az erre kijelölt gyűjtőhelyeken, városunkban a Jézus Szíve templomban és a Caritas Paksi csoportjában várják a felajánlásokat. Azt kérjük a segítőinktől, a támogatóinktól, hogy csak azokat a dolgokat hozzák, amelyeket ebben a bizonyos tányérban meglelnek, ugyanis nincs akkora raktárunk, hogy nagyobb készleteket tudjunk raktározni. Elsősorban tartós élelmiszereket várnak a szervezők, mint liszt, cukor, rizs, tészta, búzadara, olaj, konzervek, zacskós leves, tartós tej, keksz, édesség, lekvár és tea, de nagy szükség van vitaminokra, akár vén nélkül kapható gyógyszerekre, vagy mozgásszervi betegségekre használható krémekre. Nagyon örülünk az apró ajándékoknak, hiszen többen járnak hozzánk, akik kisgyerekesek, és ez az angyalbatya, ugye, amit már több éve kapunk mindig felsőtagozatos vagy gimnazista gyerekektől Pakson, ezek hallatlanul megörvendeztetik azokat, akik egy-egy kicsi ajándékra, játékra, jegyzetfüzetre rálelnek, és ezt elvihetik a gyerekeiknek. Nagyon kérjük, hogy könyveket ne hozzanak, ne ajándékozzanak, mert nagyon sok könyvünk van. Az összegyűjtött adományokból a Caritas önkéntesei csomagokat állítanak össze, és még húsvét előtt átadják a rászorulóknak. Pakson több mint 50 családnak. A kisgyermekes családok esetében a csoportok édességgel, apró játékokkal is kiegészítik a csomagokat. Az adománygyűjtő akció március 7-től 14-ig tart. A templom bejáratát, belső bejáratától balra lesz egy asztal, és oda lehet letenni, de a Caritas irodában minden nyitvatartási időben fogadjuk az adományokat. A rászorulókat egyébként folyamatosan, szabadtéren is a járványügyi előírások szigorú betartása mellett fogadja a Caritas Paksi csoportja. Mint megtudtuk, a szokás szerint az adományok kiosztása előtt meleg kávéval vagy teával vendégelik meg a hajléktalanokat, és közösen imádkoznak velük. A napokban Kutas Attila plébánosért is imádkoztak, akit COVID-19 fertőzéssel kórházban ápolnak.